Májusban, amikor Csajna Gábor polgármester sajtóbejárás keretében megtekintette, még zajlottak a munkálatok, bár már akkor is a vártnál jobb ütemben, mára viszont el is készült a Dunajvárosi Kajakkenu Szövetség csónakháza, amelyet most ünnepélyes keretek között adtak át. Hát kezdem, hogy rá sem ismerek az épületre. Nem is tudom, hogy mikor voltunk itt, a kolléganőmre nézek a nyáron, másfél hónapja, két hónap ezelőtt, lázasan folytak a munkálatok. De igazából, amikor az ember látványterveket néz, akkor maga elé képzel egy szép épülete. Egy igényes, egy komfortosabb, egy 21. századi épülete. És amikor elmegy egy átadó ünnepségre, amelyből mostanában hál' Istennek volt egy pár a városban, akkor pedig rácsodálkozik, hogy igen, ezt is lehet. Igen, ez maga a 21. század, ez méltó a dunavási kajakosokhoz. A kettő ütemben zajló felújítás első részében a külső felületekkel kezdték a munkálatokat. Ugye pár évvel ezelőtt adtuk át az első ütemet, mert gyakorlatilag a külső megújulásról szól. Egész pontosan, ha jól emlékszem, akkor tető szigetelésről és nyílászáró cserékről. De köszönet a sportág országos vezetésének, hogy kiemelt beruházásként, kiemelt támogatásként kezelték a dunavási csónakház felújítását. A második ütem közel 100 millió forintból, ebből önkormányzati támogatás ennek kb. Egyharmadából valósulhatott meg. Az épület teljes belső felújítása, gépészet, burkolás, festés és új terek, mert ezt láttuk ugye pár hete, új terek kialakítása. Itt ki kell emelni a vagyonkezelő cégünk, a DVG szerepét, hiszen nagyon flottul, nagyon gyorsan bizonyos dolgokat saját forrásból, gondolok az ármennyezetre, megoldották és nagyon igényesen kialakították a felújított csónakházunkat. Mondhatnám, hogy ilyenkor jönnek az eredmények, már csak az eredmények hiányoznak, itt nem hiányoznak az eredmények. Ez az a szakosztálya a városnak, a Dunafer Sport Egyesületnek, ami eddig is bizonyította, hogy mind az utánpótlás, mind a felnőtt szakágokban vitték a város hírnevét. Mert hogy a Dunafer kajakkenusai több éremmel és díjjal is büszkekedhetnek. Erre kitért Schmidt Gábor, a Magyar Kajakkenu Szövetség elnöke is, aki szerint a magyar versenyzők nyugodt felkészüléssel vághatnak neki a jövő nyári tokiói olimpiának. És a sportág elmondhatja, hogy már most 13 kvótánk van, ugye a megszerezhető 18 kvóta a kajakkenuban a fő cél, de 13 már most megvan, és van még két lehetőségünk, hogy a kvótáink számát tovább növeljük, úgyhogy én azt hiszem, hogy a sportág ismételten bizonyította, hogy ott van a világ élvonalában, és a számomra talán a legnagyobb öröm, és aki esetleg látta a közvetítést, erről maga is meggyőződhetett, hogy megteltek a lelátók, több tízezer ember volt kint szurkolni a magyar csapatnak. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási elismerés a sportágnak, hogy ennyien tartották fontosnak, hogy ott legyenek, szurkoljanak nekünk, és azt hiszem, hogy ez egy fantasztikus hangulatot is eredményezett Szegeden. Schmidt Gábor elárulta azt is, hogy szerinte mi áll a kajakkenu sport sikerességének a hátterében. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a titka ez a sok vidéki bázis, az, hogy az egész országban gyakorlatilag mindenhol ott vagyunk, hiszen egy ilyen országban, amely ennyire gazdag természetes vizekben, én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a vízpartokon, a szabadban lehessen sportolni, és erre a kajakkenu sportág azt gondolom, hogy nagyon jó lehetőségeket biztosít, és emellett nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezeket a bázisokat mi tudatosan fejlesszük, és 2013 óta, amióta a kajakkenu sportág is abban a megtiszteltetésben részesült, hogy kiemelt sportág lett a kormány programján, köszönhetően rengeteg olyan forrást kaptunk, ami pont azt a célt szolgálja, hogy ezeket a bázisokat megerősítsük, fejlesszük, és ma ennek a példája ez a Dunaújvárosi átadó is, hiszen több ütemben rendbe lett rakva a csónakház, nyilászáró csere történt, fűtéskorszerűsítés történt, kialakították az új öltözőket, konditermet, tehát én azt hiszem, hogy nem presztízsberuházás történt, és nem is ez volt a cél, hanem az, hogy rendbe rakjuk a portánkat, mi úgy fogalmaztunk a közgyűlésen, és igenis szerte az országban ma gyakorlatilag eljutottunk oda, hogy a csónakházaink 90%-a felújításra került, és a program végéig 2020-ig azt gondolom, hogy a 100%-ot is el fogom tudni mondani, ami azt jelenti, hogy országszerte megújultak azok a helyek, amelyek várják a fiatalokat, a sportolni vágyókat. A 100 milliós beruházás egy harmadát az önkormányzat finanszírozta, ami nagy segítségére volt a szövetségnek. Nagyon-nagyon fontosnak tartom azt is kiemelni, hogy
amikor érkezik egy ilyen plusz forrás, akkor az a jó, hogyha ez további forrásokat teremt, és itt nagyon-nagyon jó partnerre lehetünk az önkormányzatba, amit ezúton is szeretnék megköszönni polgármester úrnak és az önkormányzatnak, hogy ők is hozzátettek még egy kis forrást, hogy még egy picit több felújítás, beruházás történjen meg, és így alakult ki egy 100 millió forintos beruházás, amelyhez kétharmadát a Kajakkenu Szövetség biztosította a kormány kiemelt programjának köszönhetően, a másik részét pedig az önkormányzat, és azért azt is ki kell emelnem, hogy az egyesület, a szakosztályvezető, az edzők is nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy ez a felújítás zökkenőmentes legyen, maguk is több alkalommal hozzátettek ehhez a munkájukhoz. Itt azt gondolom, hogy egy igazi összefogás valósult meg, és aki most körbe megy, azért azt gondolom, hogy azt látja, hogy igenis méltó körülmények vannak ahhoz, hogy a fiatalok, az utánpótlás, és egyébként mindenki, aki a szabadidejében sportolni szeretne, az itt Dunaújvárosban, itt ezen a csodálatos Dunaparton erre lehetőséget kapjon. A megújult épület mellett annak is örült a szövetség, hogy azt a tervezetnél korábban vehették birtokba a sportolók. Azt gondolom, hogy minden várakozásunkat felülmúlja most jelen pillanatban az, amit a DVG ZRT kivitelezett, illetve a véghez vitt. Nagyon tetszik az épület, nagyon élhető lett, nagyon jók az újra gondolt helység elrendezések, nagyon szépek a használt anyagok, jó minőségűek. Tényleg azt tudom mondani, hogy szuperlatívuszokban tudnék csak beszélni róla. Ráadásul több mint 30 nappal előbb átadták, mint az első határidő lett volna. Úgyhogy szerintem panaszunk nem lehetett, nincs okunk panaszra. De természetesen még mindig maradtak olyan részek, amelyek még anyagi forrás hiányában felújításra várnak. Első körben az öltöző szekrényeket szeretnénk lecserélni, ezek is most már jó néhány évtizedesek. Ugye bekerültek az új épületbe, mert nincs más, de mi meg vagyunk vele elégedve, újra festettük, klassz, de hogyha lenne esetleg néhány millió forintunk, akkor azt valószínűleg kicserélnénk, hogy azért passzoljon az épület jelenlegi állapotához. Hogyha a 10 milliós nagyságrendről beszélnénk, akkor a Tammedencének szeretnénk nekiesni, mert az is ugyanúgy 30-40 éve változatlan állapotban van. Ütött, kopott, ráadásul az egész fém épület egy hőhíd, tehát nagyon nehéz befűteni télen, és a vizet se tudjuk fűteni, ami ilyen esetben akár 2-3 fokos is lehet, így nagyon kellemetlen dolgozni benne, és a kicsiknek az egészségét mindig féltjük is, hogy nehogy megfázzanak, úgyhogy ez lenne a következő. De hát kaptunk most ígéretet a polgármester úrtól is, meg a Kajakkenu Szövetségtől is, hogy a következőkben is, hogyha lesz forrásuk, akkor támogatják majd a további fejlesztéseket, úgyhogy azt gondolom, hogy majd ezt előterjesztjük nekik. A több mint 100 főre dúzott kajakkenu és sárkányhajó szakosztály következő versenye az őszi versenyszezonban szeptember 14 és 15-én lesz. Itt a Dunaújvárosi Dunafair kupán, ahova minden érdeklődött kortól, nemtől függetlenül szeretettel várnak.